Nyírbogát irányából érkeznek kerékpárosok Kislétára. Ez a csoport a két település között már egy vadonatúj kerékpárutat használhatott, amely egészen a 49-11-es főút Mária Púcsi bekötő útjáig tart. A három települést összekötő szakaszon 5 kilométernyi kerékpárút épült meg, melyet szombaton adtak át a közlekedőknek. A lényeg, a logikája ennek ezen beruházásnak, hogy kapcsolatot teremt a Debrecen, Máté Szalka, Szatmárnémeti kerékpárút hálózattal, Kislétán, Nyírbogáton keresztül, és ilyen formán a nemzeti kegyhelyünket is bekapcsolja, ezen előbb említett, tehát Debrecen, Máté Szalka, Szatmárnémeti kerékpárút hálózatba, ami összesen 55-60 kilométer külterületű kerékpárutat jelent. Egy átlagos hétvégi napon is számos zarándok gyalogol át Kislétán Mária Pócs irányába, templombúcsú idején pedig több tucatnyian megfordulnak a települések között. Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek azt emelte ki, az új szakaszok a kegytemplomhoz utazók biztonságát szolgálják. Ezt talán nem szokták hangsúlyozni, sőt inkább azt mondják, hogy a kerékpár útra gyalogosok ne menjenek, mert hát ez a kerékpárosoké, de hát itt azt hiszem Mária Pócs közelében ez megengedett, hogy a gyalogos zarándokok is használhassák ezt a szépen kialakított utat. Másrészt pedig megerősíti ezt a másik fajta, ezt a 20.-21. századi zarándok formát, ami régen azért nem volt, hogy nagy csapatban kerékpárral jöjjenek Mária Pócsok. A megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagy részén már elérhetőek biztonságos kerékpárutak. Sesták Oszkár hozzátette, a cél, hogy az elmaradottabb térségek is bekerüljenek a hálózatba, létrehozva ezzel egy teljes turisztikai útvonalat. A hosszabb távú tervünk, hogy olyan hálózatos sodását érjük el az útszakaszoknak, kerékpáros útszakaszoknak, amelyek lehetővé teszik a kerékpáros közlekedésnek a turisztikai célú hasznosítását is. Gondolok itt egy olyan megyei körre, amely hát Álom egyenlőre és Tokajt kötni össze Szatmáron keresztül még egyszer Tokajjal. Ez még a távolabbi jövő, de ha megfogalmazzuk és következetesen végrehajtjuk a tervénket, akkor nem is olyan reménytelen ez az Álom. A most átadott beruházás 512 millió forintos állami támogatással valósult meg. Az eseményen elhangzott, a térségben további fejlesztésekre van kilátás az új Európai Uniós pályázati ciklusban, a prioritás a településeken belüli kerékpáros lehetőségek bővítése.